Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Hero of the Kingdom második része. Lássuk az új kalandunkat. Fugom és én két napja járjuk az erdőt, elvesztünk, stb. Stb. Földrengés, szörnyű átok. Ketten éltük túl, bár sehol se láttuk a hugot. Ó, de hogy őt látjuk, a karakterünket nem látjuk. Ezek szerint nem a hugocával vagyunk, hanem a bátyóval. Keressünk kaját. Ó, bogyógyűjtés. Ouch. A herbalizmus egy kicsit komolyabb képesség volt, amit ennek keretébe kell. Abszolút éhen halunk, ha pár napig nem eszünk. 8 óra után már valakit meg kell lenni a társaságból, mint tudjuk. Nem tudnánk kibírni egy-két napot. Na nem, mintha egyébként egy erdőben olyan marha nehéz lenne kaját találni. No, és kaptunk egy hírnevet. Nem tudom, milyen hírnevet kaptunk abból, hogy gyűjtöttünk bogyót magunknak. Se baj. Visszakaptuk az üres kosarat. Oké. Héti ott. Random öreg ember találunk. Öreg halász. Tenger nélkül ezúttal. Elvezet egy faluba. Milyen ismerős falu. Bár csak hasonló, nem ugyanaz, úgy látom. De hosszú. Bemutat a lakóknak. Megengedik, hogy maradjunk. Kapunk egy szobát az öreg halásztól. Sőt, még kaját is. És mit tudunk tenni nekik? Beszéljünk a halásszal, nem mondod? Gyűjtsünk rőzsét. Illetve... javítsunk hálót, kaptunk hozzá kötelet. Remek! És a bicskával gyűjtünk rűzsét. Kaptunk egy rákot. Madarat elkergetjük? Nem. Oké, pihízzünk. Betolunk egy kenyeret. Még itt azt hiszem tudtunk volna. A gyümölcsből. Pihízni. Tegyük meg, és akkor elvileg visszakapjuk a kosarat, ha minden igaz. Úgy bizony. Nem tökéletes, de nem olyan rossz. Oké, nézzük meg. Hátizsákot. Jó, persze, ha az előző játékkal nem az előző napokban játszottunk, akkor nem árt a tutoriál. De legyen. Lassan túl vagyunk vele. Az alapdolgokon kaptunk egy kalapácsot, meg némi halász eszközt. Kéziháló.
És... gyűjtsünk szivárványkagylót. Itt tudunk fenni. Jaja. Mi a rákvevőnk? El lehet neki adni a rákot. Jaj, de jó. Fáj a lábikája. Vigyük a malomhoz. No. Gyűjtsünk akkor színes bogyókat a hugicának. Más egyéb dolgot tudunk találni? Látom, nem. Majd előbb-utóbb persze megtudjuk. A jó törött part. Ha más nem, itt tudunk találni bogyókat. Meg egy elpusztult hajót. Meg rengeteg kagylót. Felteszem, összeszedtük a 10-et. No. Én neki kellett a háló. Az is valami. Kell neki liszt. Kapjunk rákokat. Mit kapunk a rákokért? És akkor most már látjuk a rákokat, felteszem, úgy bizony. Megtanultunk rákászni. Ami bizony nem egy rossz buli. No, hagyj békén. Kalózok! Oké, majd egyszer. Ja, neki kell a liszt. Randomból... Oh, krokodil! Fákjával látjuk is a krokodilt. Nem biztos, hogy akarom látni a krokodilt, de látjuk. Oké, gondolom itt is van akkor pár rák. Meg lepasszinthatjuk a nyaklánc novalót a hugicának. Az is valami. Pihenhetünk, ha nagyon akarunk. Meg eladhatunk rákot, megvehetünk halászbogyókat. No, hát majd meglátjuk. Egyelőre vigyük a cuccokat, ahova kell. Kaptunk egy zsáklisztet. Elvesztett egy zsákot. Szerezzünk fát. Mondjuk aztán csak össze kell lapátolni. Az nem olyan vészes. Energia kéne. Itt mit tudunk venni? Kenyeret? Remek. El lehet adni majd tojást. Lisztből lehet kenyér. Teljesen véletlenül megvan a búza. Ennyi kell neki. Látom, nem kevés. Van még? Még egy van.
gyanús barlang. Oké. Veszélyes goblin. És hogyan tudunk? Kard. De persze le is gyepálhatjuk a gobbót. Ami azt jelenteni, hogy sokkal jobban járunk, mert visszakapjuk a cuccokat, vagy nem vesztünk el egy csomó halat. Na és mit akar? Hordó óta a malom melletti akárkinek, péknek. És kapunk nyakláncot. Wuhú! Itt tudunk fákját venni? Nem. Oké. Készítsük ezt a bogyót. Hadd örüljenek. Kapunk gombát. Juhú! Megtanít gombászni? Nem hiszem. Wuhú, meghívott kajára. Na, ez egy jó kör volt. Plusz gyanúsan méregető földbirtokos, az is valami. Menjünk vissza. Uhú, persze, hogy ellopják a embereket, beleértve a hugicát. Paf, leütöttek. Milyen meglepő. No. És irány megmenteni a gyógyitalt. És honnan szerezzek neki egy gyógyitalt? Hája. Oké, és honnan szerzek gyógyitalt? Ó, itt van egy gyanús kis társaság. No, ó, kapunk három gyógyitalt csak úgy. Ez hasznos. No. Találjunk ládákat. Nem olyan vészes. Na, ha fel tudom szedni. Csontok igen barátságosak. No, mit kapunk a ládáért? Pénzt meg hírnevet. Uhú. Most már tudunk hordót is egyebet garázdálkodni. Továbbra is semmi. No, remek. Legalább valami aprólék. Nem egy sok. Két bödön, az is valami. Ó, persze, hogy átkozott kalózok, mi más lehetne?
Persze, hogy megmentjük. Kapunk egy random térképet. Buhú! És ezzel gyorsabban tudunk közlekedni. Nem, még nem lépünk ki, bár nem vagyunk túl messze. No. Rendbe szedhetjük a cuccot. Sárga virág. Ásó. Az még jól jöhet. Az kimondottan jól jöhet. És akkor tudunk pihízni. És akkor megépítjük a sérült bogyót. És akkor a bolt az mondjuk úgy rendbe jön. Ad némi zsetont, meg hírnevet. Remek! Előbb-utóbb majd lehet valamit felteszem tenni ezekkel a állatokkal. De most nem látok semmi ilyesmit. Oké, szeretne három adag piros bogyót. Búza. Ő neki, ha nem tudom, mi kell. Ide pedig városi út. Mi ez a szörnyeteg? Troll. Kajáta 25. Ó, hogy a. Hogy a, hogy a. Honnan szerezzek én 25 bogyót neki? No, mit kapunk? Megbüdös semmit. Naptej. Magok, meg másik magokért. Adjunk neki naptejet. Uhú. Hát ez van. Elbuktál a kalózokkal szembe, mert béna vagy. De megkapjuk a szabját. Rendben, megtanultunk horgászni. Az is valami. Elvileg 8 erőt igényel. Egy kenyérért tudunk pihízni, és kapunk cserébe 8-at. Wuhú, legyűrtük a goblint. 3. Ennyi. Meg egy fákja. Ennyi, más nem találunk. Kaptunk egy adag lisztet. Detektív. 5 pénzért meg egy cumóért kapunk egy lisztet.
Szeretné gombát? Hát... annyira nem akarom eladni, még. Majd meglátjuk. Oké. És honnan szerezzek? Hogy hívják ott? Búzát. Na, itt most be tudunk lesni a fákjával. Aztán persze semmit nem csinálunk majd a krokodillal. Egy kagyló. Egy rák. Egy hordó. Mi kell ide? Minden. Ez nagyon messze van, úgy érzem. Igen, igen messze. Azt mondja, itt az ide, hogy vegyünk akkor kenyeret. Rákot meg elpasszintjuk. Tizenkettőt. És hol találok tizen... itt ott amatt, ha figyelek. Na jó. Akkor vadászunk gombát. Gombász! Mit adsz? Semmit érdemben. Továbbra is el tudok adni gombákat neki. Most már találtunk piros gombát is, az is valami. Máshol. Benézzünk ide, hát ha vannak gombák. Vannak bizony. Két adag gomba is volt. Sima gomba. Piros gomba. Gazdagok vagyunk. Gazdagok vagyunk a gombászatból. Szerencsére a gyógyító nem szedte össze a gombákat. Ki tudja miért. De hát ezzel most nem törődünk. De bekukkantunk, hát ha vannak gombák. Nem. Na, és hát továbbra is ugyanott van tartunk. Keresünk kenyeret a bogyókásnak. 25, az egy kicsit sok. Mondhatnám azt is, hogy teljes vagyonom. Ez van. Legyűrtük a trollt. Na hát, azt hiszem innen fogjuk folytatni legközelebb. Mára ennyi.